Helyi lapok szerint Baján azzal fenyegetik a közmunkásokat, hogyha a baloldal jelöltjére szavaznak, akkor másnap már be sem menjenek dolgozni. A közmunkás szakszervezet társelnöke azt mondta, hogy az érintett 32-es szavazókörre oda fognak figyelni. Nyakó István szerint a közmunkás szakszervezet a baloldal jelöltjét fogja támogatni. Nyakó István a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Egyenesen Bajáról? Így. Értem. Azért vagyok így, úgyhogy elnézést kérek a kedves nézőktől is. De nincsen semmi baj az öltözékkel, csak úgy tudtam, vagy én is úgy hallottam, hogy onnan jön egyből hozzánk. Azt mondják önök, mármint hogy most önök az a közmunkás szakszervezetre értem, hogy Baján az is előfordult, hogy megfenyegették a közmunkásokat, hogyha baloldali jelöltre szavaz, vagy szavaznak, akkor elveszítik a közmunkát. Erre van bizonyíték is? Tehát akinek ezt mondták, ő tanúként ezt vállalja is, hogy megfenyegették? Igen. A megfenyegetésnek két formája van. Az egyik a konkrét, amikor azt mondják, hogy nem kapsz a szociális FA programból, tehát tüzelőt nem fogsz kapni térre, hogyha rossz helyre húzod az X-et. A másik valóban a közmunkásoknak, hogy ha és amennyiben a baloldal jelöltje nyer, akkor hétfőn már be se kell menni. Mind a két esetre van tanú, tehát akivel elkövették ezt a csúfságot. De ezt ők vállalják is? Igen. Igen. Csak nem tudom azt, hogy egy választás előtt, ha ilyenekről beszéljünk, mennyire kontraproduktív. Hát mennyire félemlítik meg valóban úgy az embereket, hogy vagy a szavazó fülke felé sem mennek, vagy ha mennek, akkor hát ugye itt ezeknél az embereknél arról beszélünk, hogy megfagynak-e télen, vagy nem, ha tüzelőről van szó, vagy 49 ezer forintot kap 8 óra közmunka után, vagy csak 22 ezeret, tehát a felét egy család. Na jó, de hogyha van tanú, aki vállalja is, tehát van bizonyítékuk erre, akkor most produktív vagy kontraproduktív, hát nem lett volna kötelességük ezt az illetékes területi szerveknél, a választási bizottságnál jelezni? Tehát ez most már nem a kampánycsendsértés és a szervezet szállítás esete, hanem akkor ez már konkrét törvénysértés. Ez attól sokkal több, természetesen fogunk lépni. Tegnap voltunk lent, ugye tartottunk egy sajtótájékoztatót, és akkor majd beszélek a megfélemlítés másik részéről is. Ott megpróbálták egy hangos beszélővel elnyomni a hangunkat, hogy még sajtótájékoztató se legyen. Ezek a mikrobuszok, amik ott igen, hangos? Igen, és ott találkoztunk közmunkás barátainkkal, akik egy-két helyre vittek, de konkrétan ott találkoztunk egy hölgyel, akit megfenyegettek, hogy nem lesz szociális tűzifa, illetve egy úriember is, aki konkrétan közmunkás. De még azt is mondta, hogy volt is olyan, aki a baloldali jelöltre szavazott, és hétfőn már tényleg nem kellett bemennie? Az úriember, akivel mi találkoztunk, ez egy általánosan elhangzott fenyegetés igen. volt. Ugye itt nem arról van szó, hogy egyből kirúgják az embereket, hanem arról van szó, hogy amikor meg kéne hosszabbítani a szerződést, akkor nem hosszabbítják meg. És már volt, aki így járt? Így van. Erre konkrét névvel, címmel, személyesen áll mindenki rendelkezésére, el fogja tudni mondani. Akár azt is vállalja, hogy ő a baloldali jelöltre szavazott. Így van. Akkor már csak azt nem tudom, hogy aki ilyen galád módszerekkel másokat fenyeget, az utólag honnan tudja meg, hogy melyik állampolgár kire szavazott? Jogos a kérdés, ezt majd talán megkérdezi tőle az arra illetékes szerv, de nem akarok ködösíteni, megmondom én konkrétan, kiről van szó, a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke, aki ilyen módon elárulja a saját népét is 30 ezüstért, mert ugye ezek az emberek 60.200 forintért dolgoztak nettóba 2010-ig, 13.000 forintot vett ki a zsebükből az Orbán kormány egy tolvonással, így lett 47.000 forint. Ismerjük a 47.000 forintról vallott nézetét a kormány tagjainak, mindenkinek. Na ezeket az ember, 28.000 forint volt a segély, aki nem kapott munkát, segélyen volt, most 22.000, 6.000-et vettek ki havonta egy közmunkás család fazekából. Na ezeket az embereket segíti a Lungódrom helyi elnöke, a megyei kisebbségi önkormányzat alelnöke, és a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke Horváth Szilveszter úr. Személyesen, az ő főnöke pedig Ajtai úr, aki több felvételen látszik, amit az elmúlt időszakban az ottani kollégám felvettek. De arra is van bizonyítéka, hogy például ők azok, akik fenyegetik a helyieket? Hát ezt megmondják azok, akik vállalják így is az arcukat, hogy mi történt. De most amit mond, az nagyon, tehát hogyha, ha tényleg van bizonyítéka, akkor most biztonságban állíthatja mindazt, amit állított itt most nagy nyilvánosság előtt. De ha nincs bizonyítéka, hát úgy be fogják önt perelni, mint a húzat. Tessék nézni, én hiszek azoknak az embereknek, akikkel tegnap ott voltam együtt, és sétáltunk, mentünk az úton, és akkor jön a megfélemlítés másik formája, személygépkocsikból
figyeltek minket, kameráztak minket, sötét szemüveg csukja, hogy őket azért ne lehessen felismerni. Kiszálltam, oda mentem, nem tudom, hogy tudnak-e magyarul, bármilyen nyelven, mert szólni semmit nem akartak. Ők, ha valaki idegen érkezik a 32-es számú szavazókörbe, ezt úgy kell elképzelni, hogy ott utak sincsenek, tehát nincs lebetonozott út, földutak vannak, vagy csapások vannak, aztán hirtelen ötödik egy ház, egy porta. Egy helyen lehet bemenni, ők ott strázsálnak három kocsival, és egyből követik az idegen autót, és amikor beszél valakivel az ember, eljön onnan, ők utána oda mennek, kiszállnak, és felveszik a portát, ha az emberként van, még felveszik őt is. Tehát így, ez a megfigyelés egy másik formája, tehát mindenkiről tudunk mindent, mindenkit figyelünk éjjel nappal. Mi lesz ezekkel a felvételekkel? Kinek készítik ezt? Elképzelésem sincs. Ezt tudom, hogy van-e benne film, hozzáteszem rögtön. Hát ezekben már nem nagyon nem szokott tudom, lenni. Nem tudom. Ezzel kapcsolatban csak mendemondák vannak, és hát ott van természetesen az a hangos bemondó kocsi, ami járja az utcákat, a baloldal terrorjáról beszél, arról, hogy megfélemlíti a baloldal a 32-es számú szavazókörbeérő embereket, de hát erről a megyei választási bizottság azért ma hozott egy döntést. És hát akkor járjunk a dolog végére. Az, hogy ilyenek előfordulhatnak, az, hogy a Fidesz így kampányol, azért azt gondolom végső soron egyetlen egy ember felel. Ezt pedig Orbán Viktornak hívják. Hogy engedhet meg, nem mondom, hogy magát demokratának való, mert az utóbbi időben ilyen nem hangzott el, de legalábbis egy többpárti választás következményeként hatalomra került pártvezető azt, hogy ilyen dolgok előforduljanak a 21. században Magyarországon, hogy a legkiszolgáltatottabb embereket ilyen módon félemlítik meg. Hát ez felháborító, és természetesen lesz következménye, ha ezek az emberek vállalják, már pedig azt mondták, vállalják, lesz következménye ennek a történetnek. Most a megyei választási bizottság nem azt mondta egyébként, hogy nem lehet autóval cikázni, nem lehet embereket követni, csak azt a fajta stílust és azokat a megjegyzéseket, amelyeket a hangos bemondón keresztül Tekett Melindára mondtak, hogy ő megfélemlít embereket, már eleve alkatilag is egy nagyon megfélemlítésre, vagy megfélemlítő jelenség valóban. Tehát, hogy ez abszolút, ez az állítás sérti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlást, tehát, hogy ez gyűlöletkeltőnek minősül, tehát erre szólította fel a Fidesz, hogy ez az, tehát, hogy ezt abba kell hagyni, de ettől még követhetnek még mindig mindenkit. Azt nem mondta a bizottság, hogy nem szabadott autóval követni embereket. Hát én azt hiszem, hogy a jogalkotó sok mindenre fel lehet készülve egy választás alkalmával, sok mindent le lehet fektetni, akár taxatíva felsorolni. Ettől függetlenül szerintem erre a szituációra senki nem készült fel, se jogalkotóként, se politikusként, semmilyen módon, ami ott folyik éppenséggel. És akkor hogy mondjam a másik oldalt, mert a Korbács mellett persze csoki is van. A Korbács a megfenyegetés, tehát az, hogy nem lesz munka, az, hogy majd odafigyelünk rá, de van a csoki része, amikor állítólag holnap mobiltelefonosztás lesz tombolán, nagy dőzsihabzsi, mindenki meg lesz hívva egy tár ételre. Az van ígérve, hogy fel lesz újítva a lakásod? Másfél kiló cukor, egy kis liszt, meg egy Fidesz póló. Jaj. Nem, szóval... Nem tudok mit mondani, azt gondolom ez a 32-es szavazókör, 400-500 emberről beszélünk, 150-170 háztartásról. Ezek az emberek most megkapják azt, ami egyébként egy általános országgyűlés választáson két választókörzet. Egészen elvadult a helyzet. De mi ez a nagy tét? Az, hogy Bajnai Gordon odavalósi? Mert egyébként a Tekett Melinda bejut a képviselőtestületben, akkor se fordul semmi, akkor is többségben lesz a képviselőtestületben, a Fidesz nem kicsi, dupla akkora a többségük. Tehát, hogy semmi nem változik a településen, de ez már valami olyan gigászi küzdelem, mintha tényleg minimum a miniszterelnökségért küzdene két ember. Nem. Hát azért van egy más megközelítésem, nem csak Bajnai Gordon személye, de ugye Zsigó Róbert ott a polgármester. A Fidesz arca, beszélő feje, a Fidesz szóvivőjéről beszélünk. Azt gondolom, ő se engedheti meg magának azt, hogy egy önkormányzati választókörzetet a Fidesz elveszítsen. Ezért aztán rászabított mindent erre a szavazókörre, azzal együtt, hogy hát azért mi kiküldtük azt a levelet, amiben egy interpelláció hangzik el még 2012-ből, és azt kérem a képviselőktől, hogy csak azt fogadja el a belügyminisztérium válaszát, mert ők voltak a válaszra illetékesek, akik szerint 47 ezerből meg lehet élni. Zsigó Róbert szerint meg lehet élni, de Farkas Flórián szerint is meg lehet élni.
Van egy hosszú lista, hogy ki mindenki szerint lehet megérni. Viszont azt mondja, rászabadít, tehát mindenkit rászabadítanak baj a 32-es választókörzetére. Itt volt egy nap teket már minden. Kérdeztem, hogy ezek kik egyáltalán, akik ott ülnek az autóba, és mondta, hogy hát már szinte összebarátkozott velük, legalábbis néha beszélget velük, mert ahogy reggel kiteszi a lábát, már ott is vannak. Fiatalok, szolnoki, meg az ország más részéről érkező egyetemisták, akiknek ott szállást bérel, elmondták, hogy Kubatov Gábort személyesen ismerik, fizetséget kapnak, tehát pénzért csinálják azt, amit csinálnak, mondta Tekett Melinda. És például ez milyen pénzből megy? Ezek az autók, ez egy flotta autó készletből való, tehát hogy a rendszám egyforma típus, és a rendszámok is egymás utáni számok következnek. Ezek például kibérli őket, vagy kinek az autói? Ez önök tudják? Hát a rendszám alapján csak meg lehet tudni. Hát sejtései vannak az embernek. A jelölt, aki mellett kampányolnak, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöltje. Hozzáteszem rögtön, vele nem találkoztunk. Mindenkivel találkoztunk, de őt sehol nem láttuk. Hát én tehát is olyan, hívtam. Mint az UFO, mindenki beszél róla, még senki nem látta ott a körzetben, nagyon hozzáteszem rögtön. Ha ő érte kampányolnak, ő érte félelmítik meg a népet, ő érte ajánlanak, vagy az ő győzelmiért fején ajánlanak különböző juttatásokat, akkor feltételezem, hogy azokat a kocsikat, amelyek ott állnak, és azokat a fiatalokat, akiket ebbe a kocsiba beültetnek, és ilyenre nevelnek, hozzáteszem rögtön. Tehát nekik sincs mentség arra, amit csinálnak. Nem, nincs mentség. Hát azt akkor a Fidesz fizeti. Legalábbis erre a logikai következtetésre jutottam. Én is azt gondoltam, hogy nem tesz most itt egy nagy bevallást, egy ilyen nyélcímét vallomást, hogy ezt az MSZP fizeti ezt a flottát. Csak gondoltam, hogy tehát biztos utána lehet járni, hogyha érdekli önöket, hogy mégis honnan bérlik, mennyiért, milyen pénzből. De hát talán hát a választás rendszám alapján mi ezt ugye nem tudjuk azt nyomon követni. Tehát hát tudom, BM adattárhoz nincs hozzáférés. Annak másnak van. Köszönöm szépen, hogy én is köszönöm szépen.